szabad haja, rózsa haja, ha ablakot rá 300 haja, rózsa haja. Magát haja, rúzsa, haja, ha. Akkor jöjj el, mikor mondom, haja, rúzsa, haja, ha. Hogy a csizmád ne kopogjon, haja, rúzsa, haja, ha. Fekete szemed ragyogjon, piros orcád mosolyogjon, haja, rúzsa, haja, ha. Azt gondolod, hogy szeretlek, haja, rúzsa, haja, ha. Hogy egy kicsit megölellek, haja, rúzsa, haja, ha. 300-szor megölellek, még se igazán szeretlek, haja, rúzsa, haja, ha. De szeretnék pával lenni, főispánnak lánya, a kis kertbe sétálgatni, te rúzsát szakisztani. Sírhat az az édes anya, kinek fia csizmadia, azt se tudja, mely órában esik a csirízes tálba. Azért jöttem ide karikázni, hajá, babá, mit találna lenni? Nem tekerni. Fekete bársony ragyog a szoknyámon, barna legény, hiába jársz utánam. A hajadat hiába fésülött fel, már innéken barna legény úgysem kell. Mit ír annak a legénynek élete, kinek mindig nadrág zsebbe a keze? Nem meri a lányokat megölelni, mert azt hiszi, hogy a fene megelszi. Nem meri a lányokat megölelni, mert azt hiszi, hogy a fene megelszi. A tulipános tilinkókat hallhattuk, a Kosztolányi testvéreket, Róza Violát és Liza Júliát, valamint Kassai Antóniát. Hát, nagyon nagy szátok van, de azt hiszem, ez ebben az esetben erény. Eredis Gábort hallgatjuk meg először. Hát azért esett rám a választás, mert én lányos apa vagyok egyrésztről, tehát biztos, hogy szépeket fogok mondani nektek. Másrészt pedig én Pécset is nagyon szeretem, Baranya megyét, és hát nektek se volt messze Baranya megyétől külső Somogyban fekvő Karád, és hát nagyon ügyesen raktátok össze a csokrot. Ott derült ki egyébként, hogy mi a célotok, hogy azért jöttem ide karikázni, amikor ezt a dallamot elkezdtétek énekelni, hogy igen, a lányok mindig a bőti időszakban gyönyörűen fölöltöztek, körbeálltak, és tulajdonképpen a fiú szemek pillantása előtt, hát próbálták megalapozni a jövőjüket, hogy a párválasztás az sikeres legyen. És a fiúk is ott voltak, és ezt nézték. Ugyanakkor abban is nagyon ügyesek voltatok, hogy hát Kodály Zoltán gyűjtésével indítottátok, az első két dallam oda tartozott, sőt, hát hagyd mondjam el, hogy itt a Magyar Rádió stúdiójában készült ez a felvétel 1938-ban, tehát még a MTVA-nak is köze van ehhez a gyönyörű gyűjtéshez. Nagyon ügyes volt a csokor, jól csináltátok, szépen, nagyon nagy a hangterjedelmetek, mélységétek, magasságotok is van. Ugyanakkor a futónak a legvégén, amikor egy picikét a táncos karakter érvényesülhetett volna, ott még van benne egy kis lehetőség. Egy picikét a gyusztot, ha még jobban föl tudjátok pörgetni, az fantasztikus lenne. Pontszámok jöhetnek? Jöhetnek. Kocsis Enikő? Nem jelent meg. Akkor? 9-es! Eredics Gábor! 9-es! Sebestyén Márta! 9-es! Zsurávszki Zoltán, 9-es, Salamon Bea, 9-es, hát mind-mind 9-es, ez nagyon-nagyon magas pontszám.
A múltkor viccesen mondtam, hogy kéne egy tulipános fanfár. Én a Tulipános Fanfan című filmre gondoltam, majd a nagyszüleitektől kérdezzétek meg. Alain Delon nagy alakítása volt, de meglepett a társulat engem tényleg egy fanfárral. Ezt most be is mutatjuk, jó? Tulipán, tulipán, tulipános tilinkóra szavazzál. 0-2. Na hát, lássuk a táblázatot, amiből annyi egészen biztosan kiderül, hogy megnyitottátok az énekes szólisták és énekegyüttesek kategóriáját. 45 ponttal! Tulipános Tilinkó, 0-2-es a kód.